Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyugat Pénteki Podcastjében. Ezúttal egy olvasói kérés teljesítünk, a vendégünk Csillag Tomi. Sziasztok. Vagyis Tamás, aki régóta képviseli már szombathelyen a, hogy is mondják, a politikai lobbistát, azt a politikust, aki nemzeti vagy országos szinten, vagy nemzetközi és országos szinten akar politizálni ugye te a Momentum alapítása óta a Momentum tagja vagy. Hát az első 60 tagban voltam talán benne. A, az elejétől fogva ott vagyok, de kb. akkor sikerült meggyőzniük, hogy van ebben fantázia és Profi politikusként, mert te eredendően is egy politikusokat képző egyetemet végeztél. Ez nem feltétlen igaz. Az egyetemünk nem politikusok képzésére, inkább vezetők képzésére ment rá és, és utána én politikusok mellett kezdtem el dolgozni. Tehát. Igen, és ez az egyetem ugye Abu Dhabiban működött, a New Yorki Egyetem egyfajta tagozataként, Igen. kampuszaként, ott végeztél, uh -huh. és utána Londonban kezdtél dolgozni. és amikor azt mondtam, hogy olvasói kérést teljesítünk, az azért is van, mert kaptunk egy üzenetet, hogy mostanában sokszor látják Csillag Tamást a szombathelyi utcákon, kérdezzük meg, hogy mi újság vele, két okból kifolyólag is, hogy hogy sikerült ez a momentumos karrier, uh -huh. illetve hogy sikerült ez a londoni politikusi karrier, illetve te annak a politikai generációnak a tagja vagy, aki tulajdonképpen a legújabb generáció tagjaként politizál, és az, az a korosztály a Momentumon belül is, akitől sokan várták azt, hogy a magyar politikai életbe egy másfajta hang, egy másfajta fuvallat jön uh -huh. majd. Szóval erről fogunk beszélgetni Csillag -tomival. Miért van ennyi szombathelyen? Hogy sikerült a momentumos politikai karrierje? Mit gondol a mostani politikai helyzetről? Ezt a beszélgetést itt hallhatjátok most a Facebookon, illetve az egészet megtekinthetitek a nyugat YouTube csatornáján is majd. No, hát akkor Tamás az első kérdés. Oké, okay. uh, sok kérdés volt. ott Az elsőt majd mondom én. Miért bán. vagy annyit? Mostanában helyen mi történt? Szóval a választások után nekem egy kicsit újra kellett gondolnom az életet. Um, listás képviselő előtt voltam az ellenzéki összefogás jelöltjeként, 47. helyen a közös ellenzéki listán, ami nem bejutó hely volt a, a választásokon. Mi Sajnos... volt a bejutó hely? Tehát te 47. A voltál? és. 40. kb. Az első 40 körül jutott be. Uh, ami azt jelenti, hogy folytatom a civil munkámat, uh, nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból, mert végig tudtam csinálni ezt a kampányt úgy, hogy nem kellett hozzá feladnom a civil munkámat, egy szuper csapat segített a kampány, hát nagyjából másfél évében, és, és amikor vége volt a kampánynak, akkor vissza tudtam térni Simán folytatva ugyanazt, amit előtte csináltam Londonban. Mi ez a civil munka, amit te um, csinálsz Londonban? Én egy London melletti megyei önkormányzatnál vagyok politikai tanácsadó, 16 független képviselőnek segítek a mindennapi ügyeiben, um, sajtóközleményeket írok, háttérelemzéseket rakok össze, és próbálom kitalálni, hogy mik azok az ügyek, mik azok a politikai ügyek, amiket nekik érdemes felvállalniuk, és mik azok a dolgok, amikben nem érdemes belállniuk. Uh, gazdasági jellemzéseket rakok össze, a végzettségemet tekintve uh, alapvetően gazdaságpolitikával foglalkozok, és hát ezt csinálom most már hetedik éve. És miért vagy annyit szombathelyen? Akkor ez hogy működik? Szóval személyes okokból most úgy döntöttem, hogy Londonból ideje lenne váltani. Um, és, és ezt az átmeneti időszakot én nekem még mindig szombathely az otthonom, én ide járok haza, itt él a családom. Úgy döntöttem, hogy ezt az átmeneti időszakot szeretném szombat helyen tölteni. Um, és szóval had... Anglia kilépett az unióból, és Csillag Tamás pedig lelépett Londonból. Um, de még mindig Londonban dolgozok, és Aha. még mindig nagyon sokat járok Londonban. Továbbra is ugyanaz a munkám megint az átmeneti időszakban úgy döntöttem, hogy ezt ingázásra fogom megoldani, és havonta-két havonta repülök Londonba, a köztes időszakokban pedig én is Budapesten vagyok. Van már úgy célországod, vagy célállomásod, vagy vagy Magyarországon leszel lesz esetleg politikai tanácsadó, mert tehát, ahogy itt elnézzük a magyar politikai életet, lehet, hogy itt is egy-két politikai tanácsadó, jól képzett politikai tanácsadó munkája ráférne a magyar um, politikára. Az biztos, um, én a következő években nem szeretnék Magyarországon politikai szerepet vállalni, nem látom igazából a helyemet, nem látom azt, hogy egy ilyen erős Fidesz kétharmad mellett, ami mellett ott van még a mi hazánk meg is a nem tudom hány képviselője, gyakorlatilag nem látom azt a helyet, ahol én érdemben tudnék politizálni, ahol én érdemben tudnék azért tenni, hogy ez a rendszer meggyengüljön. Um, ez a választás azért nagy csalódás volt nekem. Tehát a, számítottam arra, hogy hogy egy nagyon erős fidesz állunk szembe és, és valószínűleg nem fogunk győzni. El tudtam képzelni ezt a szituációt, pláne amikor kitart a háború. Um, ugye tudjuk, hogy a háborúk általában az inkubens, tehát az, az a akkor kormányzó igen. Um, politikai pártot segítik de nem gondoltam volna, hogy ilyen erős kétharmadot tud a Fidesz összehozni. Többen szavaztak a Fideszre most, mint valaha, és nem gondoltam volna, hogy a mi hazánk ennyire erős lesz. Hány éves vagy most, Tamás? Most vagyok 31. 31 éves korodban, 6 év aktív politizálás után úgy döntöttél, hogy hátrédmész mész? Úgy döntöttem, hogy egy kis szünetet tartok, és átgondolom, hogy pontosan mit, mennyit lenne érdemesebbe fektetni. 25 éve, amikor elkezdtem a, a momentumos politizálást, az szerintem nagyon korai. Tehát, hogyha a nemzetközi viszonyokat nézzük, amúgy a magyar parlament ilyen szempontból viszonylag fiatal, azzal, hogy van egy pár momentumos politikus most, illetve vannak más pártokban is olyan fiatal politikusok, akik ilyen 30 körüliek. Ez... Általában nyugaton nincs így. De um, ugye a momentumnak az indulása is olyan volt, hogy nagyon fiatalokból állunk és indulunk hát. el. Tehát ez a párt identitásával abszolút azonos. Igen, egy szak, szakkolégiumi alapra épült ez a párt. Nem és hiszem, abból egy másik pártra is, aki szakkolégiumi alapra épült. Um, ezt az összehasonlítást. A <laughs> Én nem, nem, nem szerettem. Nem tudtam, nem tudtam nem kihagyni, igen. Uh, igen, ismerem ezt a pártot. Um, egészen egészen rossz szájízen van ezzel a pártal kapcsolatban. Akkor mondjuk ki, hogy a Fidesz. Igen. Yeah. Um, mi szerettünk volna mások lenni, szerettünk volna jobbak lenni, és szerintem ez sikerült is, de az a politika, amit a Momentum képvisel, azért természetes akadályokba ütközik Magyarországon jelenleg. Akkor egyrészt egy kis visszatekintés. Ugye mi nagyon régóta ismerjük egymást. Uh -huh. És amikor a hát szombathelyi vagy, és a Bolyai Gimnáziumban jártál, kisváros ez. És amikor te a Momentumban elkezdtél dolgozni, akkor éppen Londonban jártam, és meglátogattalak. És emlékszem, hogy együtt ültünk egy albérletnek, talán a padlóján, és Készítetted a Momentumba való jelentkezési lapot, hogy milyen kérdésekre válaszoljanak azok, akik a Momentumba jelentkeznek. Tehát valahol átélhettem a ti indulásotokat. És a te politikai pályafutásodat is valamennyire figyelemmel kísérhettem. És őszintén szólva, nem csodálkozom rajta annyira, hogy ezt tetted, mert ismerem, de majd elmondod, hogy milyen gondolatok, meglépések vezettek ide, hanem egy kicsit csalódás nekünk, a mi korosztályunknak, hogy van egy nálunk sokkal fiatalabb korosztály, aki elkezdett ugye 25 évesen politizálni, és 31 évesen úgy gondolja, hogy most neki el kell gondolkodnia és vissza kell lépnie. Tehát, hogy biztos, hogy nagyon erős okok és indokok vezettek ide téged, akkor nézzük. Um, Mik ezek? Tehát, szóval, hogy, hogy hogy lettél már, bocsánat, 31 évesen kicsit visszavonuló politikus? Szóval, egyrészt nem adtam fel teljesen a politikát. Továbbra is a mindennapjaim része. Ha nem lenne az, akkor nem ülnék itt, és nem beszélgetnék veled politikáról. Viszont azt be kell látni, hogy ma Magyarországon ahhoz, hogy valaki ellenzékben politikával foglalkozzon, ahhoz atombiztos egzisztenciális hálója kell, hogy legyen, uh, kell, hogy legyen bevétele olyan forrásokból, amik nem köthetőek az államhoz, vagy különben kiszolgáltatott lesz a pártjának, annak a pozíciónak, amit betölt, és annak a szituációnak, aminek, amiben éppen benne van. Most, hogyha megnézzük a jelenlegi politikai elitünket, azokat az embereket, akik ilyen-olyan politikai szerepeket töltenek be ma Magyarországon, az ellenzékben nagyon jól keresnek. Egy európai parlamenti képviselő, legyen az fideszes vagy ellenzéki, ma nagyon-nagyon jól keres. Olyan, olyan pénzeket visz haza, Magyarország... kb. összeget. Mennyit keres kb. összesen egy parlamenti képviselő, és mennyit keres kb. összesen egy egy, Európa egy, egy európai parlamenti képviselő ma haza tud vinni 4 millió forint nettót, a parlamenti képviselők alapfizetése mondjuk 1 millió kettő körüli nettó, mindenféle juttatásra együtt, és ezt még jóval feljebb tudják tornázni. A különböző bizottsági, tagokkal bizottsági tagságokkal. Bizottsági tagságokkal benzinkártyát kapnak, lakhatási támogatást kapnak. Ez egy olyan fizetés, amit a legtöbb ember piacról Magyarországon 2022-ben nem tud kitermelni. Na most belekerülne egy olyan szituációba, amikor a te fizetésed egy ilyen forrásból jön, és tudod, hogy nem tudnál piacról ennyit keresni, az egy függőséget alakít ki. Na most az, aki pedig nincsen ilyen pozíciókban, aki nem a politikából próbál megélni, hanem megpróbál a piacról megélni, annak nagyon óvatosnak kell lennie. Mert egyrészt nagyon sok olyan munkahely van, ami nem engedi azt, hogy te politikai szerepet vállalj. Az oké, okay, hogyha pártag vagy, az oké, okay, hogyha néha elmész egy találkozóra, de ahogy te kiállnál mondjuk egy ilyen interjúra, azonnal rúgnának ki. Ez Magyarországon egy egzisztenciális függés. Én nekem nagyon szerencsén volt, mert ilyen függésem nem volt, hiszen külföldön dolgozok. Um, azok a politikusok, akiknek én Angliában dolgozok, azok kifejezetten támogatták mindig, hogy én Magyarországon persze nyugodtan vállaljak ilyen-olyan politikai szerepeket, nyugodtan segítsek egy, egy Magyarországi pártnak, és így meg tudtam élni az angol fizetésemből, és mellette tudtam a momentummal foglalkozni, mint egy ilyen szerelemprojekttel. Ha jól tudom, azért te biztos más képviselőjelöltel is megesed, de te személyes anyagi forrásaidat tetted bele részben azért, hogy ez a dolog működjön, tehát hogy te a képviselőjelölti kampányodat finanszírozni tud. Igen, ezért is nézem annyira, nem tudom, furcsán ezt az egész helyzetet, ami most a, az amerikai pénzek körül kialakult Markizaj kapcsán, hogy mi nem láttunk, itt milliárd forintot. Mert hogy a állítólag amerikai alapítványi forrásból érkezett nagyon sok pénz arra, hogy az ellenzéki kampányt tudják finanszírozni, Igen. és akkor ezek szerint ti sem találkoztatok ezzel a. Hát Ezzel szemben az egyéni és listás képviselők a legtöbb esetben a saját pénzükből, illetve hatpárti pénzekből. Tehát van állami támogatás, vannak a pártoknak pénzei. És persze, lehettek olyan források, amiket Márki Péter a pártokon kívülről hozott be ebbe a kampányba. De hogy ebből mi nem láttunk milliárdos összegeket, hogy én nem, nem tudom, százmilliókból kampányoltam, az egészen biztos. Egyébként bármiféle joga a momentumnak, vagy bármelyik ellenzéki pártnak van, hogy ezt egyáltalán számon kérhesse, hogy mi történt ezzel a pénzzel, és hova ment ez a pénz, vagy ez nincs is. Tehát, hogy ez valami. Lehet, hogy volt, lehet, hogy van. Ehhez igazából senkinek nincs semmi köze azon kívül, aki kapta. Szóval két megközelítése van ennek a kérdésnek. Morálisan szerintem felelősségünk az, hogy megkérdezzük, hogy mennyi pénzből mit csináltunk ebben a kampányban és hogy számot vessünk, hogy ez egy jó kampány volt, vagy ez egy nem jó kampány volt. Maradt-e pénz? Ha igen, akkor azt hogyan használjátok fel? Tehát megkérdezhetitek azt is, hogy azzal az alapítványi pénzzel mi történt? Szerintem morálisan feltetjük ezt a kérdést. Ha ezt a pénzt alapvetően amerikai donrok a kampányra adták Márki Péter alapítványának, akkor mi feltetjük azt a kérdést, hogy Na jó, de mi lett ezekkel a pénzekkel? Pontosan mennyi pénz érkezett? Hogyan használtuk ezt fel? Jogilag Semmi közünk nincsen hozzá. És feltettétek már ezt a kérdést? Tehát a Momentum vezetősége feltette már ezt a kérdést? Én nem tudom, én jelenleg nem töltök be semmilyen választott pozíciót a párton belül, tehát nagyon kevés információ van arra, hogy mi történik jelenleg. Például a hat párti összefogás terén nem tudom, hogy pontosan hogyan kommunikálunk és mit, kommunik mit kommunikálunk már Kizár Péterrel nem látok ezekbe bele. Te direkt akartál, hát mégiscsak 47 volt voltál ezen a közös listán. A Momentum jelöltségében hányadik voltál a Momentum listáján? Először hetedik, aztán nyolcadik. Tehát az első tízben ben voltál. Sokáig úgy volt, hogy a nemzetközi külföldön dolgozó embereket és a külföldön élő embereket te képviseled majd egy, egyfajta parlamenti pozícióban. Tehát hogy történt az, a saját kérésed volt, vagy valami más történt, hogy azt mondod, hogy nem tudsz konkrétan a párt ügyeiről, vagy ez hogy zajlik? Nézd, a mi pártunk gyakorlatilag egy ugyanolyan demokratikus rendszerben működik, mint ahogy a magyar parlament is képviseleti demokrácia alapon működik. Vannak olyan választott területi képviselők, akik például a Vas megyei, vagy ezt a nyugat-magyarországi régiót képviselik, a pártnak a Küldött gyűlésében, ahol a főbb dolgokról beszélünk, ahol a szabályokat alkotjuk, ahol az elnökség prezentálja azt, hogy milyen irányba fogja vinni ezt a pártot. Hogyha nem vagy ennek a küldött gyűlésnek a tagja, eljutnak hozzá ezek az információk, de általában egy kis késéssel, egy kicsit szűrve, a bizalmi körök nem úgy alakulnak ki a pártban, hogy te voltál valami egyszer, és onnantól kezdve te továbbra is mindig valaki vagy. És ezt nagyon nehéz elmagyarázni embereknek, hogy hogyan fordulhatott elő, hogy egyszer Donát, Annát nem szavazták meg a Momentumban. A Momentumban demokrácia van. Hogyha valaki úgy érezzük, hogy nem teljesít, nem, nem azt hozza, amit ígért, akkor előfordul, hogy leváltjuk. Így fordulhatott elő az, hogy Fekete Győr András leváltottuk, így fordulhatott elő az, hogy egy relatíve ismeretlen arcot, Gelencsér Ferencet, Ferencet választottuk meg a Momentum elnökének, itt nincsenek bebetonozott pozíciók. És én ezt kifejezetten szeretem továbbra is a Momentumban, hogy ez még egy fiatal közösség, Tehát ha veled is közösség. történt ez, hogy most jelenleg semmiféle pozíciót nem töltesz uh -huh. be, ezek után, hogy hetedik voltál, aztán meg a nyolcadik a listán, azt mondod, hogy ez teljesen érthető és normális dolog egy párt életében, ez van, ezzel nincs... Egy ilyen fiatal párt életében, egy, egy ilyen képlékeny közösség életében, szerintem ez természetes. Mennyire hátráltatott téged a saját magyar politikai karrierben londoni kint léted? Mert ugye ezért ez egy furcsa állapot, hogy Londonban éltél, dolgoztál, ugyanakkor a, a Momentumban vezető szerepet töltöttél be, vagy beletartoztál abba a kemény magba, aki meghatározó volt. Um, í tehát ugye ez ez... Egyrészt negatívan hatott az, hogy, hogy nem lehettem itt folyamatosan a közösségbe való integrálódásomba. Nehéz, nehéz mindig ott lenni. Nem lehettem kint mindig pultozni, nem csináltam azokat a fajta kampánytevékenységeket, amiket mondjuk egy szombathelyi tagunk megtehet. Nem mehetek ki plakátokat átragasztani, nem tudok lakossági fórumokat tartani, vagy teljesen más logika alapján kellett lakossági fórumokat tartani, mondjuk Birminghamben, ahol akad egy-két tagunk, de hogy, hogy, nem tudom, hogy magyarok elszórva, ugyanakkor ezres nagyságrendben találtak meg. Hogyan fogsz ott politikát csinálni? Hogyan tartasz ott egy fórumot? Szóval mindig egy kicsit újra kellett gondolni azt, amit csinálunk. És szerintem ez a kivándorolt magyarok képviselte egy olyan témakör volt, amit más párt abszolút nem csinál, ilyen komolyan soha nem vették a témát, és egy egyre súlyosbodó problémáról, hát problémának hívjuk, mert valóban Magyarország szempontjából probléma, hogy tehetséges, fiatal szorgalmas emberek elhagyják az országot, akik nyelveket beszélnek, szakmájuk van, és akik innentől kezdve nyugat Európában boldogulnak. Szóval ezt a témát szerintem sikeresen felkaptuk és sikeresen képviseltük, de ahhoz, hogy a momentumban a jelenlegi problémákkal tudjunk foglalkozni, és legyünk őszinték, ha Magyarország top három problémáját akarnám kiválasztani, akkor lehet, hogy abban nem választanám bele azt, hogy kivándorlás. Magyarországon iszonyat megélhetési válság küszöbén állunk, iszonyat brutális korrupció van, és, és hát szétesőben van a teljes szociális háló. Oktatás, egészségügy. Most ezek mellett persze az, hogy magyarok elhagyják az országot, néhányan vissza is jönnek, ez egy mondjuk top tízes probléma. És amíg a Momentum egy kis középpárt szintjén mozog, addig megértem, hogy nem az, a, az az elsődleges prioritás, hogy a külföldi magyarokkal foglalkozzunk. Egyébként érdekes lehetett ilyen szempontból a te munkád. Tehát ott dolgoztál, vagy ott dolgozol egy angol önkormányzatnál, látod, hogy egy régóta, ugye az angol gyep hány száz éve zöld, az angol demokrácia mióta demokrácia, láttad, a legapróbb részletekig az ottani demokrácia működését. Utána hazajöttél, vagy csak körülnéztél, vagy csak a saját tapasztalataidat. Ugye elővetted és láttad, hogy micsoda különbségek vannak. Uh -huh. Hogy érzed, amikor, hát ez lehet, hogy... Olyan kérdést teszek fel, azt mondanám, hogy nőttek-e a különbségek mióta kimentél, vagy nem, de hát azt hiszem, hogy ez. Jó, hát ez elég egyértelmű. Így van, így van. -e, Tudtad-e ezt valami módon hasznosítani, akár a pártban való munkádban, akár egyébként, hogy te ott mit láttál, közvetlenül mit tapasztaltál? Um. Tehát amennyire hátrány volt a, a londoni politikai tanácsadói léted, jelentette bármiféle előnyt az ittani politizálásban, az itthoni politizálásban. Egész biztos, hogy vannak olyan struktúrák, amiket láttam, olyan, olyan működések, amik, amik gyakorlatilag személyes tapasztalatot adnak ahhoz, hogy hogyan lehetne ezt jobban, és én ezt folyamatosan próbáltam a párt felé kommunikálni. Voltak olyan dolgok, amik szerintem ebből ültek, meg voltak olyan dolgok, amiket megpróbáltunk átültetni magyar viszonyok közé. Vannak dolgok, amik, amik működnek, vannak dolgok, amik nem. Például egy nagyon érdekes példa: nálunk is létezik egy te ishez hasonló újság, amit a, a képviselőim adnak ki vagy gyakorlatilag helyben Te a ott megyében, önnamban, vagy de ugelyában? ezt nem azért teszik, mert nem tudom, mert a, a demokráciáért kéne ott küzdeni, hanem ennek van hagyománya, hogy a helyi közösségek kiadnak saját kis negyed évente kiadott lapokat. Nagyon érdekes, hogy hogy milyen logika mentén szerveződött meg a nyomtaste is, hogyan próbál erre forrásokat találni, és hogy ezt hogyan csinálják például Angliában a képviselőim. Tök más logika, szerintem lehet, hogy érdemes lenne Tanulni azokban a rendszerekben, amik évtizedekben. nézzük keresztül meg, működnek. mi az a más logika. Tehát ott hogy adnak ki helyi lapokat, mert tulajdonképpen ez egy helyi hmm. információforrás, egy helyi lap, ha havonta egyszer is jelenik meg. Um, ami, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, az, hogy ezek a helyi közösségek megszervezik a tartalomgyártást, illetve a disztribúciót is. Tehát nagyon alacsonyra le lehet nyomni egy adott lapnak az előállítási és az eljuttatási költségét. Um, Éppen ezért mondjuk a kiadás egy kicsit rendszertelenbb, nem, nem annyira professzionális, de a tartalmak iszonyatosan helyiek. Ezt le tudjuk néha bontani néhány tízezer főre, és néhány tízezer főnek ki lehet adni egy többnyire helyi tartalommal megtöltött lapot. A, a helyi lakosok megáltalában szeretnek ezért fizetni. Van egy feliratkozós rendszer, ahol előfizetnek gyakorlatilag erre a lapra. Az előfizetők annyit fizetnek ezért a, ezért a, példányért, amit ők kapnak, amiből jut egy pár a helyi fodrászhoz, a helyi kávézóba, a helyi, nem tudom, bevásárló központ, központba, amit ingyen el tudnak mások vinni. Ez egy gyakorlatilag mások is látják, hogy ilyen létezik, ők is fel tudnak ráiratkozni, és általában évente egyszer kiadunk egy olyan példányt, amivel gyakorlatilag leszőnyek lesz bombázok a azt a részt, ahol, ahol létezünk, és ahol jelen vagyunk. Ezt pedig abból a pénzből finanszírozunk, amit az egész évben felhalmoztunk az előfizetésekből. Mennyire jellemző az, ha ezt képviselők adják el, a politikai elfogultság, mert ugye itt az a legnagyobb problémák egyike, hogy jelennek meg önkormányzatok kiadásában városi vagy falusi vagy helyi lapok, de azok mindig általában szinte száz százalékban az adott vezetők politikai álláspontját tükrözik. Uh -huh. um, Hát Angliában éppen van egy ilyen elég erős mozgalom abba az irányba, hogy a helyi politikából teljesen kiszörítsák a, a politikai pártokat. Én ugye függetleneknek dolgozok. Vannak köztük olyanok, akik balra hajlanak, vannak köztük olyanok, akik jobbra hajlanak, de ennek ellenére azt mondták, hogy ők nem akarnak nemzeti politikát helyi szintre behozni, és Angliában a helyi szint az egy kicsit vastagabb, mint a, mint a magyar. Megyei önkormányzati szint. Hozzánk tartozik a, az infrastruktúra egy része, idős gondozás, az oktatási feladatoknak a jelentős része, kulturális feladatok és egy csomó környezettel kapcsolatos feladat. Vagyis olyasmi feladatok tartoznak hozzátok, ami annó a rendszerváltás után közvetlenül Igen. is tartoztak az önkormányzatokhoz, csak időközben az állam. Átvette ezeket a szerepeket a hozzátartozó forrásokkal együtt. Igen, Angliában alapvetően próbálják ezeket a feladatokat, ezeket a kompetenciákat évente, két évente, három évente újra megnézni, hogy nem lenne-e jobb ezt levinni egy alsóbb szintre. Miért központosítunk? Bocsánat, pont egy ellentétes folyamat egy terjedt le ezek szerint. Irány. Ott minél többet próbálnak helyi szintre Igen. ne leadni, nálunk meg minél többet próbálnak centralizálni. Mm. Igen, és ez egy nagyon érdekes különbség, hiszen ott központilag szervezik azt, hogy újra és újra rá kell néznünk minden feladatra, amit az állam csinál, és el kell gondolkozni azon, hogy ennek megyei szinten a helye, ennek városi szinten a helye, ennek még kisebb szinten a helye. És mit gondolsz, mi azok az ellentétes folyamatok? A centralizált feladatokból és a centralizált rendszerekben egyrészt könnyebb irányítani, sokkal könnyebb központ irányítást kevés emberen, egy nagyon központosított rendszeren keresztül átvinni. Ezek a tankerületi vezetők, akik gyakorlatilag az iskolák fölött és iskolákat átfogva uralják például a magyar oktatási rendszert, nekik Velük már nem igazán érintkezik a szülő, velük már nem igazán érintkezik a tanár. Látjuk, hogy ők nagyon jól meg vannak fizetve, hatalmas, Most bónusz, kaptak hatalmas igen. bónuszokat kapnak, és, és ők persze, hogy oda mernek csapni a tanároknak. Azt akarsz, valószínű, hogy jó is nekik, hogy nem érintkeznek a szülőkkel, meg a gyerekekkel, mert sokkal mindenféle fordalás nélkül. Tudnak döntéseket hozni. Hát, ha úgy hozol egy döntést, hogy nap mint nap szembesülsz a döntésed következményeivel és áldozataival uh -huh. idézőjelbe, az egy problematikusabb lelki helyzet, mint egy felsőbb kate kategóriába ülni és nem találkozni senkivel. Uh -huh könnyebb azt mondani, hogy innentől kezdve minden iskolában, nem tudom, ilyen meg ilyen félctollat használunk. De kiderül, hogy mondjuk az iskolák 20%-ában, ja, még krétás tábla van, és ők is megkapják a csomag félctollat. Na most ilyen helyzetekre Angliában nem igazán, ilyenek nem fordulhatnak elő, hiszen ezt a, ezt a kompetenciát lejjebb és lejjebb és lejjebb toltuk, és az iskolák maguk tudják eldönteni hogy nekik, mire van szükségük, hány tanárt vegyenek fel, milyen tanárokat vegyenek fel, hogy milyen könyvből tanítsanak, hogy milyen tanrendszerén tanítsanak. Uh, hát uh, egyrészt nem gondoltam volna, hogy ennyi idővel a fordulat után, a 89-es fordulat után még ilyenről beszélgetünk, mert annak idején ugyanerről beszélgettünk, hogy így kell ennek majd működnie, de hmm. megint nem úgy működik. És visszatérve arra, amit mondtál olyan tíz perce, hogy te úgy látod, hogy a mostani helyzetben az ellenzéknek nem nagyon van lehetősége, akkor most meg kell kérdeznem tőled, hogy hogy látod a pártot szerepét ebben? Tehát mi a Momentum szerepe ebben, milyen lehetőségei vannak, mennyire tud ebben a helyzetben más lenni, mint a többi párt? Tehát ez a te egyéni mm. döntésed, hogy egy kicsit hátrébb vonultál a pártod én, ehhez az egészhez. Én hogy továbbra is én? hiszek a Momentumban. Én, én továbbra is gondolom, úgy gondolom, hogy a, a Momentumban egyrészt van még potenciál, van még fantázia, és azt hiszem, hogy a, a választások során az egyik olyan párt voltunk, ami konzisztensen tudta tartani magát az elveihez, ami kiállt olyan képviselők mellett, mint Hatházi Ákos, és akik igazából még csak most tanulják azt, hogy hogyan is működik a nagy politika. Um, értem, hogy sokan, nem tudom, haragszanak ránk is. Haragszanak arra, hogy, momentum, miért ment be a parlamentbe. Amikor lefolytak a választások áprilisban, pontosan tudtuk, hogy mi akkor nem tesszük le az esküt, hogy ha nem leszünk bent a parlamentben áprilisban, akkor valószínűleg szeptemberig, októberig nem fogjuk letenni az esküt hallottunk ilyen plegykákat Fidesz részéről. Most Hatházi ennek tudatában azt mondta, hogy ő bemerik kockáztatni azt, hogy ő az első négy, öt, hat hónapot ő, nem a parlamentben tölti. Na de ő egy, lényegében egy veterán képviselőnk, vagy képviselőnk lett volna. És én teljesen megértem azt, hogy a pártom például úgy döntött, hogy nekünk igenis be kell menni a parlamentbe, és minden egyes nyilvánosság morzsát, amit ott meg lehet kapni, ahhoz nekünk ragaszkodnunk kell. Nem sok, de ennyi van. Be kell mennünk, mert tanulni kell, hogy hogyan működik ez a rendszer, mert hogyha eljutunk oda, hogy egy napon összeomlik a Fidesz, és el fog jönni, minden rendszer megbukik egyszer, akkor nem állhatunk ott letolt gatyával, hogy ja, amúgy pff, mi még soha nem láttunk olyat, hogy államigazgatást, meg hogy ja, hogy itt hogyan működnek a dolgok. Um, arra fel kell készülni, ahhoz kell tapasztalat. És nem tudunk majd a Fideszből rekrutálni, meg a KDNP-ből rekrutálni, hogy figyelj, srácok, mondjátok már el, hogyan kell itt, nem tudom, egy törvényt átvinni. És hiába van egy csomó rohadt jó szakértő a Momentumban, hogyha mi nem, nem voltunk igazán államigazgatásban az elmúlt 10 akárhány évben, nagyon nehéz ebbe belecsöppenni és beletanulni. De ha már a tanulásnál tartunk, ugye mégis egy nemzetközi egyetemen végeztél? Uh -huh. Londonban, meg, meg New Yorkban is szereztél tapasztalatokat. Gazdasági tanácsadó vagy ilyen, politikai mm, tanulmányokkal még nem hívott ebben a hat-hét évben téged senki Magyarországra, hogy gyerecsillagtó, mi itt, dolgozott, szükségünk lenne a tudásodra, a tapasztalatodra lettek volna lehetőségek. Voltak olyan állások, amiken gondolkoztam, hogy érdekel, megpályázom, csinálnám, nem feltétlen politika, politikát érintő Én a dolgok, politikai szakmákra gondoltam de, elsősorban. De mindig az volt a, az alaphozzállásom a dologhoz, hogy Magyarországon nagyon nehéz távol maradni a politikától. Tehát a legtöbb pozíció valahogyan előbb vagy utóbb találkozik a, a politikai realitásokkal. Most én, én kifejezetten politikusi szakmára gondoltam, hogy egy tanácsadó legyél valamelyik pártnál, hogy egy önkormányzatnál, hogy bármiféle, hát amit csinálsz Angliában is. Um, nézd, milyen, milyen fizetett politikai tanácsadói pozíciók léteznek ma egy párt mellett. Nagyon kevés ember tud eltartani egy párt a megnézed, hogy a, a Momentumnak hány... A szobathelyi helyi is vannak tan tanácsadók. Igen. Tanácsnokok, bocsánat. Igen, és, és, ezek ezek például egész jól is működnek. Én abban mondjuk annyira már nem hiszek, amit, amit számomra például egy nagyon furcsa rendszer, hogy rettentő sok párt kifizető helynek használ bizonyos bizottsági pozíciókat, és gyakorlatilag pont azért, mert a pártoknak nincs arra forrása, hogy egy szakértői gárdát, hogy egy tan tanácsadói gárdát tartson fönn. Éppen ezért az önkormányzat és egyéb helyekkel, állami cégekkel fizetik ki ezeket az embereket. Én szerettem volna valamilyen szinten külön tartani azt, hogy nekem van egy, egy olyan megélhetési forrás, ami teljesen független a politikától, meg van a politika, amivel szeretek hobbi szinten foglalkozni és ez sikerült megtartanom. Onnantól kezdve, hogy én elfogadtam volna mondjuk egy tanácsadói, tanácsnoki, bizottsági pozíciót valahol, nem is pályáztam soha ilyenre, de onnantól kezdve, hogy én beültem volna egy ilyen pozícióba, onnantól kezdve, mondjuk a Facebook oldalon sokkal jobban át kellett volna, gondolnom azt, nehogy rálépjek valakinek a, a nagylábújára, mert utána rám szólnak, hogy a tomikám azt nem lehet. Hogy az, hogyha ilyeneket érsz, akkor nem tudom, akkor, akkor el fogod veszteni majd ezt a pozíciódat. Én, én az ilyenfajta dolgokba inkább nem mentem bele, inkább azt mondtam, hogy maradok párton belül is valamilyen szinten anyagilag független, és így azt tudom csinálni az oldalamon, és azt tudom képviselni, amiben tényleg hiszek. É, neked egy elég jól menő közösségi oldalad van, ugye a Facebookon mennyi követővel vagy? Van 8000. 400 követőm talán. És elég de, sok posztod, de mostanában nem vagyok annyira aktív. Őszinte leszek, április óta egy kicsit elhanyagoltam a közösségi médiát, meg minden ilyen online jelenlét. Pedig ugye mostanában minden politikus úgy gondolja, hogy elsősorban a közösségi médiába kell felépítenie magát, és ha a közösségi médiában felépíti magát, és ebbe az egyoldalú kommunikációban egész jól működik, akkor, akkor könnyebb lesz az ő politikai karrierje. Um, ez így van, és szerintem iszonyatosan fontos az, hogy, hogy az ember jelen legyen Instagramon, TikTokon, YouTube-on, Facebookon, és minden egyes ilyen social media platformon. Szóval feltétlenül, ha a TikTok csatornád megnyílik, az sze Meg amikor kiadom a szakácskönyvemet, Igen. Um, én, én, ezt látom, értem, de ennek is megvan a, az emberi költsége. én, én a végére nagyon sok energiát belepakoltam abba, hogy mondjuk a saját oldalamat menedzseljem. De láttam, hogy ennél még többet kéne, tehát nem elég, hogy mondjuk az embernek van egy Facebook oldala, azt tényleg meg kell csinálni YouTube oldaladat is. Ha van egy YouTube-od, akkor rettentő sok tartalmat kell gyártani. Nem elég, hogy van egy jó YouTube csatornád, akkor még futtatni kell az Instagramodat is. És tényleg ez egy olyan médiaépítési projekt, amit gyakorlatilag egy szemében megint nagyon nehéz csinálni ez csapat kell, ez erőforrások kellenek, és ebben nagyon könnyű kiégni. Nem tudom, követed el Diadinát, aki szintén egy momentumos politikus Igen. volt, és csinált egy fantasztikusan sikeres YouTube csatornát, és utána két évig, ha csinálta, és most eljutott odáig, hogy most inkább nem akar politikával foglalkozni, mert tényleg a mindennapi szarlapátolás, ami, ami ebben benne van, az neki most már túl sok volt. Illetve valószínűleg nem látta az eredményét. Tehát, hogy van egy olyan, hogy elmondasz valami 10-szer, 20 -szor, -szor. az a kérdés, hogy kinek mikor van az elég pont, amikor azt mondja, hogy meguntam, hogy 25 és 30 elmondom ugyanazt, és nem történik semmi. De ha visszanézünk a te Facebook oldaladra, azért nemrég volt egy posztod, ami megfutott az országos médiába. Létrehoztad a um, uh, Gyurcsány ferenc nyugdíjalapot. Um. Megint ez egy. Ez gyakorlatilag az én kifakadásom volt, amikor amikor megnéztem a partizános gyógycsány interjút, és, és néztem, hogy Feri gyakorlatilag tolja el magától a teljes ellenzéki, előválasztásos és választási kampány minden felelősségét. Ő nem tudja, ő nem látta, ő ott se volt, ő a mindenkinek a kérésére távol maradt. Azért na, ne vicceljünk. Mindenki tudta, hogy Gyurcsány Ferenc vastagon aktívan részt vett a tárgyalásokban, a kampánynak a kitalálásában. Oké, okay, nem szerepelt olyan sokat, de, de azzal a jelenléttel, amit ő csinált akár csak a tárgyalásokon, ott volt. Meghatározó figurája volt ennek. Most erre azt mondani, hogy oh, én nem voltam ott, nem, nem, ebben, nem kérek ebből. Szerintem ez, ez egy szörnyen toxikus mentalitás, és, és én úgy gondolom, hogy bár a DK-val kapcsolatban nekem nincsen rossz véleményem, szerintem policy szinten, tehát a, a politika, amit ők képviselnek, azok a javaslatok, amiket ők uh, nyilvánosságra hoznak, amit képviselnek, azok nagyon közel állnak nagyon sok esetben a Momentum által előterjesztett dolgokhoz. Ha egymás mellé raknád a Momentumnak meg a DK-nak a programját, nagyon sok egyezést, vagy nagyon sok hasonló javaslatot találnál. De szerintem Gyurcsánynak a személye továbbra is egy olyan dolog a DK-ban, meg az, ahogyan ő vezeti azt a pártot, ami nekem nem szimpatikus, nekem túl centralizált, én hiszek abban, hogy a pártokban kell, hogy legyen valami dinamika, és nem szeretem, amikor ennyire egy személyre van felépítve egy történet. Még akkor is, hogyha most Dobrev Klára is felépülőben van már, még így is azt mondom, hogy de ne haragudj, ő gyakorlatilag a, a Másik fele. Nem, ma, nem mondták neked, hogy egy nagyobb páncélt kellene növesztened ahhoz, hogy a magyar politikai életben jelen tudjál lenni? Nem. Ezt még nem mondták. Üm, őszintén én szerintem a magyar politikában, ha valaki jelen akar lenni, akkor jelen tud lenni. Kétféleképpen. Vagy tényleg fanatikusan csinálja az ellenzékiséget, vagy azt mondja, hogy beállok a Fideszbe, aztán meglátjuk, hogy ott lojalitással meddig tudok eljutni. Mennyire kellek a pártnak. Um, én én telek, hogy azért az elmúlt hat évben nagyon sokszor fanatikusan csináltam a dolgot. Nem érdekelt, hogy ez nekem mennyibe kerül, hogy most éppen um, mit kell feláldoznom ahhoz, hogy, hogy jelentkezhessek még egy pozícióra, hogy jelölt lehessek, hogy mit fog elvenni ez a kampánya a barátaimtól, a családomtól, mit fog kivenni belőlem anyagilag és érzelmileg. Ezeket így viszonylag félretettem, és azt mondtam, hogy csináljuk. Um, vastag volt ott az a páncél, vastag volt a bőr az arcomon, hogy ebbe belálltam. De bizonyos kompromisszumokat pedig nem voltál hajlandó megkötni, ahogy hallom. És, és ezeket most, nem is fogom megkötni. Ami úgy tűnik, hogy eléggé elengedhetetlen most ahhoz, hogy politikai pozíciót töltsél be. Nézd, szerintem jelenleg a politika nem. Az ellenzéki politika az most, most egy kicsit túlélésről szól. Most arról szól, hogy megpróbáljuk túlélni a következő egy-két évnek a nagyon zivataros időszakát. Gazdasági válság előtt állunk, háború van a szomszédban. Olyan megélhetési válság van Magyarországon, amire szerintem a 2008-as válság előtt Sokan azt volt mondják, sor. hogy ki kell nézni, mennyi autó van az utcán, meg kell nézni, mennyi ember van az üzletekben. A küszöbén vagyunk ennek a válságnak. A 2008-as válság, amúgy az 2007-ben tört ki Amerikában, 2008-ban gyűrűzött be Magyarországra, 2009 voltál a legrosszabb évünk, és 2013-ban voltál az első pozitív, igazán növekedés, magas növekedés produkáló évünk, de 2015-ig elhúzódott például, hogy a, a magyar ingatlan piac valamennyire helyreállt. 2016-ban kezdtek el fölmenni, úgyisten Isten igazán az árak. Ez egy hosszú válság volt, és akkor egyetlen egy szektorban, az amerikai ingatlan piacon dölt be egy, nem tudom, egy termék csomag, család. Most ehhez képest azt hiszem, hogy ami most a világban történik, az sokkal súlyosabb, sokkal brutálisabb válságra készülök én személy szerint, és mindenkitem úgy arra, arra próbálok figyelmeztetni, hogy ez rosszabb lesz, mint 2008-ban, még csak a, az elejét látjuk annak, hogy mekkora lesz ez a válság, még nem kezdődtek meg a, a nagy kirúgások, még épp hogy, csak, épp hogy csak a háborúnak az első, nem tudom, nyolc, kilenc hónapában vagyunk, um, nem látjuk a végét, nem látjuk, hogy mikor lesz vége, nem látjuk, hogy hogyan lesz vége, nem látjuk, hogy milyen költsége lesz az újjáépítésnek, um, egyre rosszabb a klímahelyzet, Kínában gazdasági problémák vannak, um, szóval nehéz időszak jön, és, és ebben az időszakban a politikai pártoknak ellenzékben, amikor nagyon kevés döntési jogköröd van, akkor telkebbé az a feladata, hogy túléljenek, megmutassák, hogy ők mit tennének. És most, most megint legyünk teljesen őszinték, az ellenzéki oldalon egy kicsit túl sok párt van. Van hat párt, plusz ott van Izai Péter mozgalma, ott van a két kutya párt. Ennyi pártnak gyakorlatilag nincsen élettere. Nem tud egymás mellett létezni ennyi párt. A következő időszak valószínűleg arról fog szólni, hogy kik azok a pártok ezek közül, akik képesek túlélni, és kik azok, akik nem. És itt most az ilyen személyi dolgokat, személy preferenciákat, meg ambíciókat, szerintem mindenkinek érdemes félretennie. Um, azt kell nézni, hogy mi Magyarország érde érdekel, és ennek a fényében dönteni, meg ennek a fényében létezni. Sokan tettek ugyanúgy, mint te, hogy visszavonultak az első vonalból, és azt mondták, hogy na jó, ennyi volt, és most egy kis szünet. A, az én baráti körömben sokan vannak, akik, akik most döntöttek végleg a, az emigráció mellett. Tehát voltak, akik azt mondták, hogy én megvárom, hogy mi lesz ezzel a választással, ne legyen kétharmad, csak ne legyen kétharmad, legyen egy egyszerű többség. Legyen egy erősödő ellenzék, legy, legyen egy olyan ellenzék, ahol kezd körvonalazódni valami alternatíva. És aztán jött a kétharmad, jött a mi hazánk, és azt mondták, hogy akkor inkább Londonban, Berlinben, Kopenhágában, hányan, valamelyik hányan ti egy osztályban a Bójaiban? Ez egy szombathelyi viszonylag jó gimnázium. 36-an 36 voltunk egy osztályban, és három osztály volt egy év folyamban. A 36 közül, a 36 fiatal közül, aki ott végzett, hányan vannak most külföldön? Meg tudod mondani? Szerintem egy 11 páran külföldön vagyunk. Tehát az osztály egyharmada külföldön van körbelül. Közel. Igen. Te hova készülsz, Tamás? Én Svájcba mennék most németül tanulok, és programozok. Mennyi? Mit csinálsz? Elkezdtem programozni, tanulni, és... Annyi emberről hallani, aki a humán pályáját most félre rakja, és elmegy az IT szektorba, mert azt mondja, hogy ott lehet igazából pénzt keresni. Nem csak ezért. Szerintem egyrészt egy stabilabb szakma, mint azt mondani, hogy Kiszolgáltatom magam különböző politikai áramlatoknak és preferenciáknak, és lehet, hogy nem úgy alakul a következő választás, akár Angliában, hogy nekem legyen munkám. A másik az, hogy minden, amit csinálok, akár a politikában, akár gazdaságban, akár szociológiával kapcsolatban, egyre inkább az online térbe helyeződik át, és egyre inkább adatalapú és programozható. Szerintem, ha valaki ma tényleg versenyképes tudást akar szerezni bármilyen területen, akkor érdemes mellé valamennyi kódolást mellé rakni. Így jobban tudsz adatot elemezni, így jobban tudsz, nem tudom, feladatokat automatizálni, ezzel meg tudsz spórolni magadnak egy csomó időt. Um, szóval, hogyha nem is leszek teljesen informatikus, valami, valami hasznosat próbálok most éppen csinálni. Azért ezt az Abu Dabui Egyetemet nem bánod, gondolom. Vagy így visszagondolva ugyanúgy mennél oda, vagy más pályát választanál? Én ugyanúgy oda mennék, ugyanúgy végigcsinálnám. Lehet, hogy egy kicsit több matematikát és egy kicsit több informatikát tanulnék mellé, de, de nagyon elégedett vagyok azzal a tudással, amit ott szereztem, és amúgy ajánlom továbbra is mindenkinek, hogy ha van benned ambíció, hogyha beszélsz valamennyire nyelveket, ha van hajlamod ilyesmire, akkor próbáld meg külföldön. Nem feltétlen azt mondom, hogy mindenki menjen az NYU-ra. Nem azt mondom, hogy amerikai egyetemekre. Amerikai egyetemekre bekerülni, és amerikai egyetemeken ösztöndíjat szerezni, az nem egyszerű. De neked sikerült. Szerencsém volt, jókor voltam jó helyen. Egy csomó, csomó faktor közre játszott, hogy nekem akkor pont összejött. De rengeteg lehetőség van Európában, rengeteg lehetőség van világszerte, amik baromi ösztöndíjakkal nagyon kompetens, nagyon versenyképes uh, képzéseket adnak. Én, én tényleg azt mondom, hogy most valószínűleg az a legjobb opció egy csomó embernek. Hát érdekes volt. Az is érdekes lesz, hogy egy-két év múlva mi lesz veled, Tamás, meg ez a mi országunknak is ez egyik letükrözése lesz. Megmarad-e még az aktív kapcsolatod a politikával és a momentummal? áthelyezed-e magad egészen más pályára, és programozóként vagy elemzőként fogsz dolgozni? Ezek szerint Svájcban. Ez már valószínű. Meg arra is kíváncsi vagyok, hogy ülünk-e még majd mi egyszer egy albérlet földjön együtt, és éppen a legújabb világ megváltó gondolatot így statisztáljuk, segítjük egymás mellett. Szóval hát akkor jó, áttransformálódás neked. Köszönöm, és nem tervezek szakítani a politikával, mert hogy annyi barátot, annyi, annyi kapcsolatot építettem ebben a de ebben a közegben. ugye azt jól gondolom, hogy ha Svájcba is mész dolgozni, változatlanul az olvasók fognak téged látni itt Szombathely utcáin. Egész biztos, hogy sokszor haza fogok járni. A másik az, hogy Svájcban is van momentum, szóval... Atya, ég. Tehát akkor a nagy elvonási tüneteid nem lesznek. Nem. Legfeljebb a macitól. Igen. Jó. Csillag Tamásnak köszönöm nektek is a figyelmet. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Nézzétek végig egészbe ezt a beszélgetést, meg sok mást is. Köszönöm nektek a figyelmeteket. Azért nem menjen el mindenki külföldre dolgozni. Azért aki akar, az jöjjön. Jó, sziasztok. hát akkor, ahogy gondoljátok. Sziasztok!